Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Amikor ma reggel felébredtem, az volt az első gondolatom. Most jön egy jó hír, vagy egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, valami örömteli. És a belső hangom azt sugallta nekem, ez nem csak velem történik meg, hanem veled is. És ezért most kiraktam itt a kártyát, miről van szó. Ez lesz egy jó hír, egy kellemes meglepetés, valami, aminek nagyon örülni fogsz. Ez a kártya utal a te jelenlegi helyzetedre. Itt ez a kereszt jelenthet vallási témákat, vagy egy spirituális területet. Azon kívül szimbolizálja a te sorsodat, a te sors utadat. Amikor itt a sors utak kereszteződnek, kapcsolatok másokkal. És mivel itt jó hírről van szó, ezek jó kapcsolatok. Azt is jelenti ez a kereszt, hogy te elérkeztél a te élet utadon, ehhez a kereszteződéshez, és körülnézel. Elgondolkodsz azon, hogyan tovább. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Tehát itt lesznek változások. És most megtekintjük azt, hogy miről van szó, milyen hírről, mi várható. Ezt mutatják itt a kártyák. Ezek az én saját kártyáim. Ez a ház jelenti a te otthonodat és a szomszédokat. Ez a jó hír jöhet a szomszédságból, vagy lehet egy szerződés, és itt egy házról, vagy egy ingatlanról van szó. A ház jelenti a szülői házat, vagy a rokonokat is, tehát ez a jó hír lehet ilyen családi téma. A ház mellett itt vannak a halak, ahol pénzügyi dolgokról van szó, tehát itt lesz egy növekedés, vagy egy nyeremény. A halak jelentik a belső értékeket is, tehát te értékes vagy valaki számára. És itt megjelenik ez az istennő, a szerelem istennője, a kezében van ez a lángoló szív, tehát itt nem csak családi dolgokról, vagy az otthonról van szó, hanem a szerelemről is. Az is lehet, hogy két jó hír jön. És miért fontos ez számodra? Itt látható ámor, egy ámor üzenet, itt tehát szerelemről van szó. És milyen segítség várható, ezt mutatja itt ez az angyal, angyal Cassiel. Mégpedig azt jelenti, hogy itt a háttérben voltak bizonyos események, ami téged nyomasztott, szomorúvá tett, félelmeket váltott ki belőled, de ez a kasza itt elvágja ezt. És ez az angyal itt a fénnyel mutat egy új utat, egy új lehetőséget, egy kiutat, tehát fordul valami az életedben, hiszen itt a sorsodról van szó, és a jövőt ez a fény mutatja, ez az angyal irányítja itt az eseményeket, vagy segít neked, jóra fordul minden. És milyen szándékokkal közeledik valaki hozzád? Ezt mutatják itt a kártyák. Azt láthattuk itt a kivetésnél, hogy szerelemről van szó, de a szerelmen kívül történnek más események is. Itt van egy nagyon jólelkű férfi, aki segít neked
segít neked a munkádban, vagy egy hivatalos ügyben. És hogyan tovább? Mi várható nálad a közeljövőben? Itt megvan a remény, hogy a szerelmi élet területén valami vidámság legyen, valami örömteljes, szerencse. És a következő kártyák utalnak arra, hogy alakul a sorsod, mire kellene odafigyelni. Itt ezen a képen a négyes szám látható, az utal arra, hogy mennyire fontos a biztonság, az anyagi biztonság, vagy a biztonság érzete a párkapcsolat területén. Minden megvalósul, és itt ez az esernyő azt jelenti, hogy valaki vagy valami óv téged. Tehát nem vagy ebben a viharban. A második kártyán látható a mágikus, ez a varázsló, ez a te varázslatos kisugárzásod, és jelenti a spirituális területet is. Itt ezen a képen két kehely látható. A kettes szám párkapcsolatra utal, vagy egy előnyös szerződésre, és a kelyheknél érzelmekről van szó. Itt kialakul egy tartós párkapcsolat. Lehet, hogy ez a ház erre is utal egy közös otthonra, hiszen a szerelem itt megjelenik. Nem csak itt vannak a kelyhek, ami a víz elemét jelenti, tehát érzelmekre utal, hanem ennél a képnél is. A kelyhek láthatóak, illetve nem látni a képen, de a kelyheket szimbolizálja ez a kártya, és szintén érzelmekről van szó. Te elhagyod a félelmeket, és itt lesz egy új út, egy új irány, ezt jelenti itt ez a kereszt is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!